Apokahontasz állatotthonba nem sokan járnak. Betty munkája főként a terepen zajlik vagy a monitor előtt. Önkormányzatokkal, rendőrséggel, névtelen bejelentőkkel, jogásszal, adományozókkal egyeztet a mentés mellett. A működtetéshez, élelmezéshez, bővítéshez szükséges forrásokat is próbálja előteremteni. Az állatokról kolléganője gondoskodik, és önkéntesekben sem dúskálnak. Az etetés mellett így jut idő némi játékra. A PCAS több mint 20 éves szervezet, 12 éve pedig a gyepmesteri telepek rendszerének átalakítása lett az egyik legfőbb céljuk. A térségben sajnos ebben nincs hiány, de a pozitív példák erőt adnak az állatmentőknek. Hajdunánáson, Hajdúböszörményben, Nyírbátorban is érdemi változások történtek. Itt most már egyre több állatvédő szervezet van jelen a gyepmesteri telep intézményrendszerében, és abban a szemléletben úgy folytatják a tevékenységüket lokálisan, meg egy pici külterületet bevonva, vagy egy-két más települést, hogy ők állatvédelmek. Tehát nincs gyilkolás, altatás, kínzások, éheztetés, hanem állatvédőkhöz hűen és méltóan ivartalanítás van, az állatok ellátása, élelmezése, szívféreg szűrés, tehát gyógyítás és gazdásítás, családba helyezés. A kóbor állatrendelet idén januártól lépett életbe, ez is a civil szervezetek összefogásának köszönhető a szakember szerint. A PCAS célja az is, hogy a mély szegénységben élőket, az önkormányzatokat, a különböző döntéshozó szerveket tájékoztassa az állatvédelem jogi hátteréről, annak ellentmondásairól. Gyűjtjük az adatokat, járunk ki szegregátumokba, a mély szegény területekre, folyamatosan próbáljuk az állatoknak az életszínvonalát emelni, oktatjuk ott helyben, próbáljuk magyarázni a törvényi hátteret, jogszabályokat, közben lobbizunk önkormányzatoknál azért, hogy állatvédelmi szempontokból kezdjék el a településen az önkormányzatok az állatvédelmi ügyeket kezelni, az állattartás ügyeket kezelni. Van hozzá egy nagyon jó jogi segítségünk, egy állatvédelmi jogászunk, akivel folyamatosan dolgozunk együtt, a jegyzőket felvilágosítjuk, adunk nekik információt. Pont most készült el az információs anyagunk, egy kiadvány, ami most lesz kipostázva minden Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatnak, meg valószínű Hajdú-Bihar megyében is, illetve adunk, most készül már a weboldal hozzá. Úgyhogy megpróbálunk egy teljesen átfogó állatvédelmi segítséget nyújtani ott is, ahol nem tudunk fizikálisan jelen lenni, mert nincs elég emberünk. Az Állatmentő Egyesület szélmalomharca egyelőre nem sok reménnyel kecsegtet. A drasztikusan emelkedő üzemanyag és energia költségek mellett a kóbor állatok száma sem csökken. A felelőtlen állattartókkal szemben ugyanis számtalan esetben a jog sem nyújt segítséget.